A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi mérései szerint, ami február 15-e és 21-ei időszakban készült, az emberek 40%-a szeretné magát beoltatni a koronavírus elleni vakcinák valamelyikével. Sátoraljóújhelyben ez a szám jóval magasabb, mondta a város polgármestere. Szamosvágyi Péter elmondta, a házi orvosokkal történő legutóbbi egyeztetés alapján elmondható, hogy ez a szám Sátoraljóújhelyben 60% felett van. Van olyan házi orvosi körzet, ahol az 1200 beteg közül 800-an már jelezték, hogy szeretnének oltást. Nagyon magas az oltási hajlandóság Sátoraljóújhelyben, Széphalombányáska és Károlyfalva is beleértendő természetesen ebben, az idősek körében különösen. Az azonban tudható a sajtóból, a rádióból, a televízióból, hogy amennyien jelentkeztek, azokhoz képest még jóval kevesebb vakcina oltóanyag került be az országba. Ezért egyszerre mindenkinek nem tudják beadni az oltást. Most hétvégén például, jövő héten szerdáig tart tulajdonképpen ez a kampány, 500 ezernél több oltás történik majd Magyarországon, többféle oltóanyagból. Lesz benne Sinopharm is, lesz benne Pfizer is, és a másik háromból is. Egy oltási lista alapján történik az oltás, ahogy eddig is történt, a kiértesítés telefonon vagy SMS-ben történik meg. A város vezetője emlékeztetett arra, hogy van, aki oltóponton fogja megkapni az oltást, és van, akit a házi orvos fog beoltani. Türelmet kérnek mindenkitől. Az idősek esetében a legidősebbektől visszafele haladnak a házi orvosok, akkor, amikor az oltás napját, időpontját megállapítják. Ezt is mindenkinek elmondom, hogy attól, hogy 80 éves valaki, lehet, hogy van még 88, meg 95 éves is abban a körzetben, és az egyszerre érkező 10-20 vakcina beadása a nagy számok alapján, a jelentkezők alapján, az kevés ahhoz, hogy mindenki rövid időn belül sorra kerüljön. Türelmet kérünk, a kiértesítések meg fognak történni. Amennyiben valaki értesítést kap arról, hogy megkapja az oltást, fontos, hogy éljen is a lehetőséggel, tette hozzá a polgármester.